Naidihó, Kalmár Nésőn, ez itt a 170. podcastünk a sorban. Jubilálunk! Ó, Oh yes! Fa, ezt megbeszéltétek előre? Nem, nem. nem. No, nem. nekünk gyereket nem már kell ilyen, ezért, ilyen stan és pambatoljátok. Meg három éve együtt forgatunk minden héten, úgyhogy viszonylag... Itt mellettem, aki vizuálisan élvezi ezt a kontentet, az láthatja, hogy újra vendégünk van közöttünk, Péter, mégpedig Borbé Levente személyével. Szerbusz, ő, hát így mindenféle, ami ingatlan és marketing azzal foglalkozik. Pontosabban ingatlan fotózás, videózás, de 3D-tervek, VR, AR, mindenféle olyan dolog, amivel mondjuk mi könnyebben el tudjuk adni az ingatlanokat. És arra gondoltam, hogy miért ne lehetne akkor arról beszélni, ami mondjuk Péterünknek a kedvenc tematikája, majd pedig a fotózásról. És itt már volt pár elő, itt a csicsetben pár kérdés, ahol Petinek, hogy El, a, a földről tali... kellett igen, talicskával kellett utána hordani az állát, mert hogy azért elég, elég olyan dolgok vannak, amikről még mi se használunk. De akkor spoiler, ezek egy kicsit például valami bírósági per volt, és akkor ott kellett a, a, az, izé, az, a az, az árnyékot, vagy gyorsan. Mi, mi igen, de e... aztán csicsetelünk, tehát nem lesz izé, tehát izé, de azért nem ez, csak ez a 3D-kről beszélgettünk, hogy most már mennyire, mennyire valóságosan meg lehet mutatni a dolgokat, így a 3D terveken keresztül is az egyik ügyfelünknek modelleztünk egy házat, és a szomszédja perre akart menni, hogy az árnyék az zavarja őt, és akkor szépen lemodelleztük, hogy egész évben az árnyékot hogyan vetti egyik épület a másikra, és ezt minden gond nélkül meg lehet. Becsinálni. Gyakorlatilag lemodelleztétek a napállását egész évben, milyen magasan, melyik órában, hogy el is, hogy, egész hogy évben nem, az fog, árnyékot igen, nem fog árnyékot vetni a házat. Vagy fog. Fog, vagy nem fog amúgy? E, hát valamennyire, egy picit a téli időszakban talán jobban, de egyébként nem. Na, szóval, hogy ennyire whitefülű dolgokról is fogunk beszélni, de nyilván nagy, nagy átlagban fogunk minden olyasmit, ami a mi ingatlan eladásainkhoz elhanyagolhatatlan főleg nagy értékeknél, meg, meg, olyan profiknál, akik hát itt ülnek, most mondjak ilyen, úristen, ilyeneket, én ilyen fasságokat még soha nem mondtam. Na mindegy, szóval, hogy ezekről lesz szó. De... de, itt van Peti is, úgyhogy őt is említs meg. Igen, de, de hogy ki le... igen. De hogy kik vannak itt, Görzsöny Péterünk, Sziasztok, ahogy. Szűcs Attila, Csorba Dániel, A három kamárben mutatkozunk Gölcsöny, Péter, Szűcs Attila, Csorba, Dániel Ez itt a kamárok, kamárok Kamársó Nyá! Még a zenét engedted végigmenni. Igen, a fülünk. Ja, tényleg így bevágtuk. Igen, a most belement az adásba is. Jó, akkor duplán halljátok. Igen, mert elvileg nem kéne hallani, vagy mi nem halljuk a effekteket, amiket ti hallotok, viszont így, így sokkal nagyobb a kraft, hogyha külön még bejátszok, és akkor ezért beszoktuk játszani, de hát ezt már párszor elmondtuk. Na, külön ilyen bejelentésekkel jövünk. Egyrészt május 31-én gyertek, a bulikánkra a barbecue partit tartunk a Barca kastélyban. Most már megnézed, hogy hol van a kastély, milyen település. Leveleztem vele megint többször, és megint elfelejtettem. Hát, <laughs> <laughs> az meg én nekem ennyi. Majd most a teára, Maté teára rá fogok úszni. Ma már ittam egy matét, de még ez csak félgőzzel, mert mondom, nem akarom itt túl lihegni a dolgokat. Tereske. Műsoróvásár. <laughs> igen, és akkor, de majd be fogok számolni, milyen Mátézni. A kávéról akarok leszokni, illetve a kóláról. Szóval puszt az zámor zámori 28 kilométer Budapesttől délre, az egyeki Domság lankái és az Érdi felség közötti. Ó, oh yes! Ott fogunk lenni. Önökszerben nem mondhattad volna. Száz darab, pontosabban 99 darab jegyünk van. Ennek a 40 a már elfogyott, tehát több, mint az egyharmada. Lassan meg lesz a fele, és mennyi időnk van még odáig? Legalább másfél hónap. Ja, ja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fullon leszünk. Utolsó pillanatra ne hagyjátok, mert ez mondjuk ilyen rendezvény szervezői nem is lesz egy... Utolsó igen. Pillantban. Tehát egy rendezvény szervezői ilyen ö, benyomás, vagy ilyen tapasztalat, amit főként inkább Péterünknek van, hogy az utolsó pillanatban, kb. a utolsó egy hétben, igen, kb. a, fele, a jegyek feles szeretik megvásárolni, és mivel, hogy nálunk már lassan a fele nincsen meg, ugye az utolsó pillanatban szerintem olyan jó, ha lesz négy-öt jegyünk, de szerintem annyi se. Szerintem, ha ebben a dinamikában folytatódik, akkor kb. egy hónap múlva elfogynak a jegyek, úgyhogy úgyhogy ne habozz, nem muszáj, hogy ingatlanos legyél, nem tudom, te Levi is mondtad, hogy lehet, hogy eljönnél, te vettél? Igen, szeretnénk jönni, és akkor még nem vettem. Még nem jön. De nem kapsz úgy, hogy nyugodtan <laughs> meg, mert nem kapsz de nem kapsz senki. Kornélnak <laughs> is meg kellett vennie, úgyhogy mindenkinek meg kell vennie. Tényleg? Ha? Tudom, mert a Kornél azt kérdezte tőlem, hogy... Hogy számlát kap -e róla, igen, de, de nem kap, hát ez, ez nem számlás rendezvény, hanem összegyűjtjük a pénzt, és egy az egyben odaadjuk magának a Barca kasténak. Tehát ezzel nincsen semmilyen izé. Van egy gyűjtő számla, ott ezek a 99 nek az ára, odaadjuk, és tadám! De értsétek, egy fillért nem keresünk ezen, hát mi, egy, egy bulit csinálunk igen, nektek. Úgyhogy az összes jegy meet and greet egyébként, ha szigorúan nézzük. Az mi? Hát találkozhatsz velünk és üdvözölhetsz minket, mi, meet and greet jegy. Ja, én el... egyébként ezt ah, összesen kötöttem, is, hogy bocsánat, ez mi, mi, egy upsell lennék, hogy ott vagyunk. de akkor ah, ez egy... igen, bőven igen. upsell vagyunk. Kiszámoltuk számoltuk gyakorlatilag... Majdnem, hogy nullára jön ki, úgy, hogyha a száz... Hát, hogyha a, mindenki a, hogy a száz főre számítva, akkor minden fullos legyen, minden legyen benne. Hát Egy úgy van, hogy ha ki, mind a 99 ember megveszi a jegyét, akkor pont uh, még 150 ezer forint marad, amit a DJ-nek így odaadunk. Hát, Tehát így kb. ennyi bolezzuk, így Hogyha meg nem vesznek 99-et, ami most per pillanat úgy néz ki, hogy nem valószínű, akkor meg hát muszáj lesz kalmárok kasszából beletolni, de de, de nem, nem, épp, hogy de nem lesz. Ne, nem tehát Látszik, tehát látom, hogy minden minden nap egyre többen vesznek. Na, úgyhogy gyertek el május 31 e szerintem brutál jó lesz. Lehet, én egyébként arra is gondoltam, hogy lehetne hívni ilyen különböző előadókat, majd azt itt megszavaztatjuk azokkal. De arra akik, nem lesz keret, de oké. Okay. Nem, 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 olyanokat, tehát most például a Máté és Csávot tökre elhívnám, hogy ez egy tök jó pofa valami. Milyen előadókra gondoltok? Milyen előadókra gondoltál? Rutens. Ja, Na, nekem ilyenek nem a is tudottak eszembe. Szóval, hogy ilyesmik lesznek. Adni. Gyertek el, más egyébünk nincs, illetve hogy nézzétek a, azt a podcastet, amit most, ha abba hagytuk, a Dumát, akkor uh, fognak ide jönni. Ez pedig a Támaszték Podcast. Uh, ebben a, ugyanezt a stúdiót fogjátok látni, körülöttük, mert hogy kölcsönadtuk nekik, és uh, uh, halmozottan fogyatékkal élőket nevelő, otthon nevelő szülőknek a podcastje, jellemzően egyébként viszonylag idősebb gyermekek is vannak, tehát ilyen 50 évesek. Igen, és jellemzően anyák. Nem szomorú a podcast, hanem, hanem tényleg inkább a, a hétköze, tehát a, a, problémáikról beszélnek, de már nyilván mivel, hogy évek óta, még évtizedek óta ebben élnek, ez nem egy olyan teherként nyilvánul meg, ami mondjuk nem tudom, annyira terhetlen, hogy nem, nem jó meghallgatni. Én is meghallgattam, és tök, igen, semmiben volt nem voltál. Egyébként gondolom, edukatív. Tehát sok mindenki, aki most esett bele ebbe a helyzetbe és keresi a segítséget, azt tudja, hogy rengeteget tud tanulni azoktól, akik évtizedek óta benne vannak. Meg talán erőt is tud meríteni. Ah, az, az meg a másik. Hát... Ír, hogy nincs egyedül, így van. Tehát ő be van zárva a lakásban 0 24 be ez a feladata, és látja, hogy igen, nagyon sokan vannak ah, még ebben. Azt hiszem 5-10 ezer körüli ember van, akik így, így nevelik otthon a gyerekeiket, illetve még egy a Nonius Stúdiónak meg köszönjük, akik szintén nekünk csinált. A, csinált a, 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 zenénket, a főcímzenénket, hogy a keverést segítkezett nekik, mert ingyen és bérmentve. Én reméljük, a másodiknál már nem lesz rájuk szükség. Igen, na, most úszunk rá akkor, Levikém. Mi igazából ismerjük itt a csapatnak a két harmada az dolgozott veled már. Uh, Peti, a Peti még nem, mert Peti az az... De már dolgozok rajta, hogy... Igen, de hát már itt, hogyha fölállunk, akkor ez már meg lesz. Ebből business lesz. <hállt> mit lehet rólatok tudni, vagy mit lehet rólad tudni? Miért vagy te... De miért, mi predestinál arra, hogy te itt ülhetsz? <hállt> Tudtam, hogy ezt mondjam. Igen, már ilyen... Ezt Hállt mindig, ezt szoktuk, kérdezni. Jó, semmi egyedi nincs bennem. <hállt> Igazából... Eh, amit érdemes tudni, hogy én ezt több mint tíz évet csinálom, amit a fotózást, meg ezeket a, a vizuális tartalomgyártást viszont mindezt eddig titokban csináltam, csak egy szűk, egy szűk csoportnak, főleg ingatlanosokkal dolgoztam együtt, illetve beruházókkal, és ami miatt meg most itt ülök, és örülök, köszönöm, hogy eljöttem, hogy idén szeretnénk, szeretnénk egy kicsit kijönni a napfényre, és szeretnénk új partnereket szerezni, illetve újabb kihívásokat ami az azt gondolom, hogy ez lesz a megfelelő út, hogy egy picit meséljük magunkról, és hát ha valaki magára ismer, hogy... Illetve a másik, ami meg idefele gondolkoztam, hogy hogy vajon ti mit gondoltok erről a kérdésről, mert ugye beszélgettek partnerekkel ezekről a témákról, de mindig borzasztóan izgalmas dolgok jönnek vissza, hogy éppen aktuálisan ki hogy látja a piacot, mi az, ami hatékony, mi az, ami működik, és abba bízok egyébként, hogy a beszélgetés végén valami többel fogunk tudni mindannyian ugye tovább legutóbb, venni. legutóbb vendégünk volt a Wolfgabi, és vele is beszéltük, ugye a marketing guru és vele is beszéltük azt, hogy a marketing egyik fő alapszabálya az, hogy tűnj ki a tömegből, légy más, mint a konkurencia, és szerintem ezek a, a szolgáltatások, amiket te tudsz mondjuk a, az ingatlan szektornak nyújtani, ez, ez jelen pillanatban pláne itthon egy, egy high-end kategória, és ahhoz, hogyha valaki tényleg igényes munkát szeretne kiadni a kezéből, és kitűnni a konkurenciából, az annak szerintem ez a műsor biztos, hogy érdekes lesz. Igen, mert most egyébként az ingatlan piac szerintem abban a mázdiban részesül az, aki jó, hogy per pillanat a verseny még a minőség szintjén van. Hát Tehát, a... telefonnal fotóznak még a mai napig, bocsánat, tudod, De ez hogy ez az, az egyik Érted, mert, mert, egyébként más, mondjuk egy hegedű verseny, hogyha ide, ott már mindenki profi, tehát ott már nagyon-nagyon apró nyuanszok azok, amik, amik döntenek, hogy hogy ki az, aki nyer. Itt már azzal, hogy mondjuk kiszervezed <laughs> a mellőt... Két kezed már hát nem, ne, hát Bocsánat. nagyjából, de már azzal, azzal viszonylag egy olyan pozícióba kerülsz, ha már valakit megbízol, aki profi anyagot lő neked, és nem kell mondjuk a múltkor a, vi a zsiráfot meemlítetted, tehát, tehát van egy profi anyagod, és abból valami meghökkentőt tegyél. Vagy egy Itt kis még, elefántot. Vagy egy kis elefántot, de én ez Ezeket mondjuk, te, te is inkább csak, igen, poénak, hogy magadat szórakoztasd, de valójában már azzal itt versenyelőnyöd van, hogyha jó az anyagod, ami más iparágokon belül, vagy ilyen nagyon-nagyon erős versenyhelyzetekben, ez ezzel tudsz egyáltalán a rajtvonalhoz. Ez a beugró szint, igen, igen. már ott lehet, hogy Tudnánk, tudnánk, ez az alap, hogy, hogy, jó vagy. De ugye ez tudnánk. az, hogy a, a, bocsánat, hogy a, a franchise -ok nekünk jelen esetben segítenek. Mert ugye azzal, hogy ők mennyiségben gondolkodnak, oda mennek a kaputelefonnal, lőnek hat fotót, elkenődött szarokat, nem tesznek fel alaprajzot, könnyű kiemelkedni a tömegből. Ugye jelen esetben Attila. Amerikában, ahol ugye ez, nem, ez nincs meg, ott mindenki jó minőségű anyagokat csinál, sokkal nehezebb lehet ez a fajta kiemelkedés. Tudok, nem lehet nem jó minőségű a... anyagokat hát csinálni, mondjuk egy. Így van, sokkal ellenőrzött hát, körülmények mesik... van. Azért az azért... én azért. Én, mászkálnék az illón, hogy mik vannak. Azért ott sincs minden. Igen, amerikai anyagokból lehet a legrosszabbakat, és már csak mennyiségi merítés mennyis hát alapján, igen. azért vannak ott nagyon komoly alkotások. Én, én, igen. én csak így annyit átkötve, Attila, hogy mert sikerült neked már megint az adás elén ott mi újra a, a, a két hálózatok szívében e, magad. Nem, bedobd de a kétbetés a, bombát. én nyíltan felvállalom, é, nem hogy baj. nekem uh, ezzel problémám volt. Alapvetően sem alapvetően gond, nincs olyan hét, amikor akár a Kantinban ne jönne velünk szemben, ö, olyan be, ne jöjjenek velünk szemben, és akkor több számot mondok, inkább olyan bejegyzések, ahol a mai napig, ö, hát legutóbb egy szórólap volt, ugye, ami kiverte a biztosítékot, ami a több helyes Én ezt tartalmazott nem tartalmazott. sajnos, mandat. de úgy látszik, hogy ez nagyon nagy vihar. A képek, lertem. kezdőkép, felhajtott WC most lehetne sorolni. Nem hiába volt ugye a mostani sztori, ugye a Zsozi atya, meg a... Dancsó, Másik, Dancsó a most Dancsó. már második. Tényleg, arról nem is beszéltünk. Most csak ebben voltam. Végre a Dancsó. A Igen. Igen. a, az... bevágtad igen, a igen, igen. És én voltam talán az egyedüli, akit nem szopatott szét. Igen. igen. Ahogy szokták mondani. <laughs> Megúsztad. Taknyosra. De hogy ez, szóval, ez ezzel... szóval igen, itt tart. Csak ezt azért mondtam el, hogy a szakmánk tényleg itt tart, és hogy te is fogalmaztál, Dani. E erre szokták azt mondani, hogy a vakok között a félszemű is előnt élvez. Itt azt mondani, aki már egy normális anyagot letesz az asztalra, az már eleve kitűnik a tömegből, és még nem beszéltünk akkor, amiről a levét, amiért a levi van. Na, szóval nem tudom, hogy megbeleszóltuk a kérdésedet? E, igen, a problémákat én is a érzékelem, amikről beszéltek. E, én 11 éve kezdtem el, hogyha ez segít, az sokkal, sokkal rosszabb volt a helyzet, mint most. Tehát, hogy nem értették, hogy miért akar valaki fotózni egyet egy ilyen ingatlanba. Azért most már, ha úgy nézem, sokkal jobb a helyzet. Ma már egy tulajdonos mondjuk érti, hogy itt egy fotózás lesz, nem kell elkezdeni Ádámtól, évetől és az anyagok között is egyre több jó, jó minőséget látok. Illetve hát a, a Peti nekem a telefonosra reflektálnék, hogy az a helyzet, hogy hogy azért ma már a telefonos nem, nem rosszak, és és uh, ha már... Uha, nagyon vékony égen táncol. óvatosan a fogalmazni. Közben, közben <laughs> nézem a kapcsolót, hogy le, lehúzzuk, le lekeverjük. Olyan a második felét nagyon fogalmaznak. <laughs> hogy nem feltétlenül az eszközzel van a baj. Hát nyilván a feltétlenül... szakértelem. Ezzel azért nem értek egyet, mert tény és való, hogy a mobiltelefonoknak a kamerái, a szoftveresen, stb. már egy, a, a, a felső kategória tud szép képeket csinálni. De ennek van egy olyan értéke is, amikor kimész egy 80-100 milliós ingatlanban, ingatlanba, ahol megkeresel... Most már az az aljabb, most Két, igen, igen, De, de, de tényleg, most 50 millió alatt, Budapesten 40-50 alatt nem kap ingatlan. De tényleg régen azt mondta, hogy 100 millió fölött foglalkozok ingatlan, most meg már az a... Az, 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 az gondoljatok bele, függet, függetlenül attól, hogy most milyen telefonlapul a zsebedbe. Te, mint tulajdonos, és csak egy másodpercre éljük magunkat abba bele, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, és jön egy ingatlanos, aki azt mondja, hogy ő még a teret is meggörbíti, mert annyira profi, és akkor a zsebéből előhúz egy telefont, és ott a 100 milliós ingatlanodat a telójával kezd el fotózni. Mi lesz az első reakciója ilyenkor a tulajdonosnak, hogy ezt hát, ő is meg tudja csinálni? Nyilván, de ez itt egy másik része, egy másik aspektusa, nem feltétlenül a fotózással függ össze, már inkább egy. Meg a, meg a ugye mi az tudatosan szoktuk szétválasztani, egyrészt szükséges az, hogy minőségi fényképek legyenek, és itt nem is az eszköz a legfontosabb, hanem... Kőpapírólózó? Ha... Közben nem, van? Kétszer, nem, 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 nem. A kétszer csinálta a tűzijátékot a hátad mögött, amíg beszéltél, és próbálok rájönni, hogy milyen kézmozdulatra. <laughs> mert megbeszéltük úgy, hogy csak nekem csinálja a kamerát. <laughs> Igen, sajnos. Mindengyel szóval, el, szóval nem, csak, nem, csak, a presztízsről szól, hanem ugye itt van egy képminőség, is, amit, amit el kellene érni, és ami legfontosabb, hogy ugye, amikor arról beszéltek, hogy ki kell tűnni a piacról, akkor a csomószor arról beszélünk, hogy az ingatlanosnak, mint brandnek, mint személynek, de hogy valójában van egy, amit mi nézünk, hogy minden ingatlan is egyedi. Tehát, hogy minden ingatlannak is ki kell tűnni, és versenyezni a több ingatlannal. Ezt egyébként hozzáteszem, a sok ingatlanos szem előtt évezti. szerintem darab, darab, lakás, lakás, most egy három amely és, és mi onnan közelítünk inkább, hogy mi ez, a, mi ez az ingatlan, mik az előnyös tulajdonságai, mi az, ami miatt ezt valaki meg akarhatja venni. Mi benne a bónusz lehetőség? Mi az, ami értéknövelő lesz, és ebben tudunk partnerek lenni, és azért mondom, hogy ha ezeket megteszi valaki, és utána fog egy telefont és lefotózza, amikor nincs ott a tulaj, az egy kisebb gond, mint hogyha kihív egy profit, aki lekattintja a lélek nélkül, és akkor lesz egy tucat. Mert az a helyzet, hogy ebből is van most már tucat profi Alapvetően, amiről szerintem te beszélsz, az az, hogy, és ehhez kell az ingatlanos, ugye, ezt nem tudja kiváltani bármilyen eszköz, az, hogy meglássa, hogy egy adott ingatlannak mik az előnyei, mik azok a, a tulajdonságai, amit ki kell emelni, akár a fotókon, nem csak a szövegben. Például a benapozottság, a kilátás, az elosztás, stb. Most például egy, egy 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 olyan szobát, ahol nagy terek vannak, és én azt ki akarom emelni. Ott már jön a következő kérdés, az eszköz, mert ahhoz tudni kell, milyen szögből kell fotózni, hogy a tér látszódjon, a látószög, a, a, a fények, például, vagy ha fotózok ablakkal szembe, úgy, hogy ne égesse ki a kép többi részét. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy a technikum mellett igen, fontos az, hogy, hogy tudd azt, hogy mit akarsz rajta átadni az ügyfélnek, az érdeklődőknek. meg nem kell meggyőznöd, mi se fényképező, vagy mi se uh, telefonokkal fotózunk szóltam. Szóval <laughs> és egyébként ti mire szoktatok figyelni, hogy minél inkább az ügyfelek azok, mert gondol, tehát nektek -e, uh, érdeketek az, hogy mi eladjuk azt az ingatlant, hiszen olyan. mondjuk akkor fogunk újra, újra megbízni. megbízni, és mondjuk például olyan kifogásokkal ne találkozunk, hogy hát a fotókon jobban nézett ki, vagy fotókon nem így nézett ki. Melyik a jobb? Melyik a jobb nektek, hogyha a fotókon Egyik jobban se. néz ki? vagy Egyik ha... se. Jó. Át kell adni reálisan. Igen. Csak az az mind egyszer. a kettővel szivatjuk egymásnál, a, hogyha rosszabb a fotó, mint a valóság, akkor ott van egy konverzió, hogy nem fognak fölhívni. A... a másiknál pedig, amikor kijönnek, lesz egy konverzió, és csak fölöslegesen azon. mentél ki. Tehát ugye azon a, abban a sába kéne mozogni, ami a realitás, de viszont minél szebben. Ez van. Javítsatok, bocsáss meg csak annyit, javítsatok ki a tévedek. De szerintem az egy marha nehéz ö, dolog, hogy egy kétdimenzióban, ugye most a fotóról beszélünk, ugye most az, hogy jót csinálunk, túl jót csinálunk a valósághoz képest, de én nem így fogalmaznám meg. Itt azt kell nagyon profil megcsinálni, hogy egy kétdimenzióba átadni azt, ami a háromdimenzióban van. És ez szerintem egy, egy, egy nagyon nehéz dolog. És ezt ti hogy csináljátok, vagy mi a... Hát, Ársz politikátok. Először is mi, amikor fotóanyagot készítünk, egy kezd akarunk. Mi azt látjuk ebbe az egész folyamatban, hogy a fotóknak kb. az a szerepe, hogy, hogy, amikor látja valaki a nyitóképet, vagy látja ezt a portfóliót, teljesen oda, hogy érdekelni kezd az ingatlan, és felvegye a telefont. És azt gondolom, hogy ahogy megérkezett a helyszínre a képek, ha nem hazudtak nagyon, akkor, akkor nem is kerülnek elő többet. Uh -huh. Tehát, nem, ezek, ezek erre valók. És amire meg reflektálva, hogy se túl jó, se túl rossz ne legyen, hogy nyilván ezt mi egy folyamatként tekintjük. Tehát elkészítjük, próbáljuk úgy, ahogy Ati is mondta, hogy a valóság jöjjön szembe. De előfordulhat, hogy a harmadik ügyfél is azt mondja, hogy figyelj, ez nagyobbnak tűnik a képeken, ugyanakkor azt szeretjük, hogyha szólnak nekünk, és levágunk a szélekből. Hmm. Hogy más legyen a térérzet. Vagy azt mondják, hogy hogy fú, ez itt azért sötétebb, mint és akkor egy picit korrekciót csinálunk, hogy azért még megmaradjon az, hogy felkelti az érdeklődést, de ne legyen egy az első élmény, mert azt gondolom nektek nem segít. Igen, most már ezek az AI-ban lehet ilyeneket, hogy, hogy fénypászmákat rak rá, meg ilyeneket. Az tök jól néz ki, csak az a baj, hogy kontraproduktív. De azt most ne felejtsd el, Dani, hogy az emberi Kivéve szem... Kivéve persze, hogyha ez valóság lesz valamikor. Az emberi szem ezerszer fényérzékenyebb, mint például ö, a, egy profi fotósgép. ezikkel nagyon sok nem utómunkát csinálni. Szóval az az eset, hogy a, valós, hogy a fényképen világosabb egy, egy ingatlan, mint a valóságban, ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Ezért ugye természetesen felhúzott redőnyök. Nem Na, jó, mondjuk, persze, ez de oké. Ettől függetlenül nem tényleg, oké ez. az emberi szem egy, egy közepes cég mellett is simán világosnak tekint egy lakást egy fotónál meg tényleg ügyesnek kell csinálni, hogy legalább azt visszaad. És te mennyire szoktatok fel előkészíteni, tehát ilyen homestaginget is csináltok? Hogy... Igen, igen, meg nagyon hiszünk benne. Ugye annak idején. Mikor... Ezt úgy kérdezem fel, mint a nem tudnám, mert nálunk is most. Ez ide... jól csináltad egymire. a felkérdezést. Dani, ne nem, köszönöm a saját magad, jó, jó volt a felkérdezés. Jó, igen. <laughs> a, lényeg, hogy egyébként mi se csináltuk mindig ezt így, talán a legérdekesebb legérlekes, tapasztalásom az volt, amikor először hívtam én egy homestager saját költségre. Kíváncsi voltam, hogy ebből mit lehet kihozni. Mesélj róla. És, és mi lett a vége? Ugye, ezt én megdöbbentem. Tehát, hogy, hogy egy fotó szemmel mit okoz egy homestager? Azt, hogy berendezi, és százszor több témád van, amit meg tudsz jeleníteni. Egyszerűen sokkal gazdagabb, sokkal gazdagabb fotóportfóliót tudsz készíteni sokkal többet tudsz átadni, mert ugye mit csinál egy homestager, az atmoszférát teremti meg, kiszeddi, ami nem jó, beteszi, ami jó, az az egésznek egy személyiséget, kiemeli tulajdonképpen a többi ingatlan közül. És ugye ezt fotósként átélni, mert külön élvezet volt. Tehát én láttam, a műből mi lehet, láttam azt, hogy, hogy melyik perspektívában melyiket tudtam kialakítani, szóval az első után én azt mondtam, hogy én már csak így. Tehát, uh -huh. És mi lesz a virtuális homestaging amúgy? Tehát, hogy tök lakásba lakásban, három kattintással, bárhogy berendezik -csináljuk, egy csináljuk egyébként, azt nagyon tetszik nekem, és főleg, hogy 70 centér mellett, lehet, hogy, <laughs> eh, hogy az a helyzet, hogy mi nem azt csináljuk, hanem mi, mi ilyen nagyértékű egyedi bútorokkal a hogy, hogy azért még borzasztóan sokat kell az AI-nak fejlődni ahhoz. Például azt nem tudom, hogy én még olyat nem sikerült csinálnom a jal hogy van egy szoba, és öt perspektívából voltak ugyanazt rendezi be. Azt még, és, uh, azt még nem tudja. De a lakberendezőnk <laughs> meg azt mondta egyébként, amikor elkezdtem kutogatni, hogy hát ez a, ez mondja, ez a 2000-es évek elején volt divat. Ez ma már ez vitt, amit csinál az AI. Tehát hogy érdekes, hogy, hogy borzasztóan látványos, amit csinál, meg borzasztóan hasznos is szerintem, mert ha nincs rá költségvetés, szerintem ez, ez must have, uh -huh. egyszerűen az arányok miatt. De hogy lehet, hogy még egy évet kell várni, mondjuk. Viszont, de ez olyan jó, mondott, pont egy év volt, egy év, és Viszont ö, mi tavaly tavasszal integráltuk be az oldalunkba a virtual staging és tavaly, tavasz óta gyakorlatilag egy bő egy év telt el, annyit fejlődött már a... Köszönöm, Magic! Hey. <hállal> e és egyedül Possz csak mi nálunk van, igen, csak nálunk van Magyarországon, Possz de ettől függetlenül, ettől függetlenül e annyit fejlődött egy év alatt, hogy most már ami a legújabb verzió nekünk bent van, olyan ö, úgy bebutorozza az ingatlant, hogy a bútoroknak a textúrájáról a, a fényárnyékok, stb. nagyon nehezen mondod meg, hogy csak tényleg white szemű kell legyen, akkor hogy megmondja valaki, hogy ez éjjel jól csinálni. Hát, hát, a hát, a white be, szokták mondani, white de, de szeműnek, vagy nem tudom. Amúgy mi az, vagy... hogy white? Na mindegy, ebben <laughs> már nem mennék bele. A vizes 8-as múltkor megfejtettem, hogy mit jelent, de most nem mennék ennyire ADHD-ba át. Parancsolj? Nem, csak ennyit akartam mondani, hogy, hogy olyan ö, brutális sebessége fejlődik minden téren, különben amúgy a mesterséges intelligencia, köztük a virtual staging terén is, hogy tény is való, hogy például a több perspektívában ugyanazokat a bútorokat nem tudja, de hozzátennék egy szót még. Hát még persze, Igen. de ez ugyanígy igaz a fotózás, és szerinted mikor lesz egy olyan drón, ami körbefotóz egy, egy ingatlan majd. De, hozzáteszem, az lehet, hogy az értékesítése is, hogy egyszer majd már egy AI veszi meg a lakást, és egy AI értékesítőtől, mert jobban tud dönteni egy AI majd, mint a tulaj. Már most éppen kiváltottál minket, úgyhogy ez nem tetszik. Ez nem is hogy, rossz ötlet, <laughs> hogy úgy hogy valaki ott ül a gép előtt, te felküldöd a kis drónod, és akkor ő közbe te mész, mellette repül a drón, ő maga az ügyfél, de ő otthon ül a számítógép mellett, és megy a drón, és akkor de Nem kell ahhoz a drónát minden... hát 3D-ben, ahogy mit ti is csináltok, lemodellezni. No, Tudod, hát, az, az, real time. hát, vagy de real time, a... a... mentek a 3D-be, mint egy Doom, mint egy izében. Ja, hát, hogyha viszel egy igen. 3D kamerát, úgy is lehet, igen. Istállam, de nem, csak vagy az is jó, vagy az izén. Tehát, hogy mondjuk, mint ahogy te, milyen játék a lövöldözőssel játszol? Call of Duty. Na, tehát, mint a Call of YouTube-ba ketten beléptek egy 3D térbe, és bemutatta. De hozzáteszem olyan, és akkor itt befejezem, olyan lakás lakásbemutatást, már láttam két éve, hogy csinált egy nyílt napot a, a Pali, mondjuk azt mondja, péntek 10 órától nyílt nap, azt meg és otthon ültél a laptop előtt, és akkor 3D kamerába ment, és 3D kamerába járt a körbe, és közben online beszélgetett az emberekkel. Jó, Ez egy, egy kérdésem lenne. Levihez. <laughs> Csak hogy nem más válaszolja meg. Szóval, hogy itt a, itt a, a, homestagingről beszéltünk, és nekem mindig a jó, én is most már azért hiszek benne, de nekem mindig az a problémám, hogy hogyha a képeken egy kicsit több, mint a, a, ami a valóságban, és jellemzően hát a homestagingnek két fajtája van, ami ott, ma, ott marad, meg ami, ami fotózásig maradott. Jellemzően a 99%-ba soha nem maradott. Második, igen. De... de hogy ez nem ciki, mondjuk te ezt nem tudod. Ha nem kérdezni, egy homestager, szerintem nem két fajtája van igen? egyébként. Tehát ez nem onnan indul, hogy ilyen. Ezt én marad nem, én marad. a styling-nak, ilyen tupírozásnak hívom, csak mi is csináljuk egyébként ezt, amikor a fotózása föl csattintod itt a hely, Hogy A az, az egy sokkal komplexebb folyamat valójában. Itt rendbe rakod a nyikorgó padlót, felcsavarozod a kilincset, kifestesz, és egyébként felkészíted az ingatlant az értékesítéssel, berendezéssel. Wow. E, hát ez Amerikából jön, róla értenek hozzá nem? egyébként, hogy az, ez, ez csak És most mi, mi drágább ingatlanokban megyünk, tényleg ez az 500 millió plusz, mondjuk egy csomó esetben, hogy azt mondta, hogy rá kell, rá kell szólni 5-6 millió forintot, oké, de ott, hogyha tudsz egy, egy értéknövekedést csinálni, akkor egy százalékról beszéltünk, vagy fél százalékról beszéltünk, és közben óriási dolgokat lehet, és közben meg, hogyha, de ezt tudjátok jobban, jön egy ügyfél, és a kezedben marad a kilincs. Ez akkor az ja, mennyi, pénz, mennyi, pénz, mennyi pénz lesz? Egyetlen egy probléma, van, mert ugye ez az, ez az igazi, ez a legmagasabb szintje a homestagingnek, viszont egy kisebb lakás esetén is ö, simán megy rámegy a két-két és fél millió forint festés, a, a kilincsek rendesen igen megcsinálni, stb. Meg. Meg nyílás, a, meg érték de növekedés? de várj egy pillanatra. Az a probléma, hogy a mai napig azért kell küzdeni, és most tudom, hogy az ingatlanosokat lenézik, de hogy ö, fricskezzük egy kicsit a tulajdonosoknak is, az basz ki, hogy kitakarítsátok azt a kibaszott ingatlan, mielőtt kimegy az ügyfél. És akkor most beszélünk arról, hogy locsolják bele az eladás előtt még két, két és fél millió forintot, amikor annyi pénzük Jó, de ez nincsen, az a réteg. Az a réteg, annyi pénzük, a pénzük nincsen, mert sok értékbeslővel álló kapcsolatban, meg ingatlanossal, aki érték, értéket becsül, úgy kezdi el magát a folyamatot, hogy akkor először felbeslem, és onnan ennek van egy díja, és beszélünk egy 70 milliós ingatlan, és amikor azt mondod, hogy oké, okay, rendben van, akkor 40-50 ezer forint a, a beslés, akkor azt mondod, ah, köszönöm, nem. Hát vannak olyan tulajdok, hogy én úgy tudom, hogy nem tölti fel a kommunaképet. képet. Ja, hát persze. Nem, hogy. A... A hát a... Rengeteg volt. Hát, hát hogy... persze, mert 20 ezer forint. Az Na, az csak, ő, ezt, ő mondom, én csak ezt mondom, hogy nyilván én is a magyar, magyar valóságban élek, meg létezek. E... Én azt gondolom, hogy, hogy mindent a helyén kell kezelni. Mi próbálunk egyébként jó hatékonysággal dolgozni. Mi visszareflektálva erre is, hogy, hogy, az AI generál egy, egy, egy 3D cuccot, hogy ez rohadt hasznos, ezt kell csinálni egyébként, mi is szoktuk javasolni. Mindent a helyére, egy 70 milliós ingatlannál én azt javasolnám, de egyébként az a 150-200 milliós új építés az, ami nekünk egy gyakori szokott lenni, hogy, hogy egy takarítás. Ha nincs takker, akkor mi tudunk ajánlani. Akkor ott kezdjük, Valak hogy, cégek hogy így, egy abszolút felszáll. takarítás, megy egy homestager, e, ha, ha, ha meg tudja finanszírozni, akkor mondjuk, hogy, hogy vigye raktárba a cuccát, amíg eladja, az a pár hónapot kibírja, és akkor tegyen oda olyan dolgokat, amik, amik feldobják majd ezt a teret, hogy még jobb lenne Amerikában, aztán így van, kiköltöznek, és az üres a, a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted a virtuális homestagingnek az a változata, hogy, hogy megmutasd azt, hogy ez a before after élményt. Ugye vannak most már olyan speciálisan integrálható képnéző szoftverek, mi is betettük, hogy egymás mögé teszi a két képet, és akkor középen egy választó vonalnak a jobbra-balra elhúzásával látod azt, hogy hogyan tud eltalakulni az ingatlan. Erről mi a véleményed? Hát egyrészt, hogy ez egy szuper marketing fogás, ezek leginkább arra jók, hogy felhív magadra a figyelmet, meg kiemeld magad. Egyébként az ilyen virtuális homestagingnek szerintem a leghasznosabb része az, hogy nem kell a képzelő erőre támaszkodni az ügyfélnél, mert hogy egy csomó mindenkinek nincs. Hát és, és, akkor látja, hogy be fog férni az asztal, kényelmesen hat szék, a konyha is meg lesz, a gyereknek elfér ott a kanap. Tehát, hogy, hogy, szerintem ez a leghasznosabb része, hogy, hogy nem toporogott egy üres szobában, nem kockás papírra próbálja felrajzolni, hogy el fog-e férni, hanem, hanem lát egy ilyen sztorit, és azt mondja, basszus, ez jó lesz. Én rengetegszer láttam azt, amikor jöttek ügyfelek felújítandó ingatlan nézni, és tudták nagyon jó, mert ugye előtte felettek készítve, hogy az az ingatlan felújítandó, meg mennyire felújítandó és láttam az arcukon az a döbbenetet, és, és tipikusan ez, hogy a túlnyomó többsége képtelen ott vizuálisan átlátni azt, hogy, hogy mi oszható ki az ingatlanból, de ugyanez igaz az új építésűeknél, ahol még konyha sincs, hanem van egy üres fehér szobák, és ott is milyen jól tud mutatni például új hogyha az, az mondjuk be van virtuálisan mutorozva. Hát, hát erre, erre, erre jó válaszunk az, hogy van egy ilyen üres lakás, viszünk egy VR szemüveget, meg van az egész berendezve, Fölteszed a szemüveget, és tulajdonképpen végsétál az benne úgy, hogy be van rendezve. És Ennek kerülgeted a... a... bútorokat. Hát de, 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 annak az egyszerű tett amikor egy tableten van egy ilyen cuccod, és akkor, akkor, akkor a tableten látod ugyanazt a szöget. És akkor, akkor nem kell elképzelni, nem? akkor ott vagy a helyszínen, de ugyanazt csináljuk egyébként az is, hogy telken vagy, még nincsen csak egy gödör vagy azt se, de te már az épület tömeget látod magad előtt, és be tudsz menni, és a valós panorámát látod magad előtt. Tehát ezek sokat tableten, tableten állt a pali, ezt egy éve láttam a Youtube-on. Az kőkorszak azért tableten. Igen, igen. ennél már a... Egyszerű, VR, de csak VR, A 2.0-e a VR, de ugye Nem, állt ott egy, tényleg egy, egy homokrakás volt a telek közepén, még el kezdődött, és hogy a, 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 mozgatta, ugye ezekben már van gyroszkóp, hogy mozgatta, szépen igen. látszottak a szomszédok, és átvités már ott volt a felépítés. A 3.0 meg az Apple Vision Pro, és a ARR VR. Tehát, hát az, az, az ára az a következő, is. az ára következő ja, igen, hogy ja. a valósba teszi bele. Igen. Na, mert hogy ö, egyébként csak a térérzetre, én párszor még régebben voltam azért kis, kis ágyikó. Vagy iz nem, francia ágy voltam nem látták, hogy befér a francia ágy, és akkor lefeküdtem, mutattam, hogy itt egy ember elfért. Nem, mert te pont hát annyi, annyit magas vagy, amennyi, jó? Ah, igen, és akkor izé. Na, de hogy a Covid alkalom... Mi nem tudom, hogy te hova feküdtél? Vagy... Ki feküdt, mi jött a izé? Ki feküdt, mire, az hova egyik lába az ügyfél? Vár, izé, egyik lába, egy egy más, igen. Szóval, hogy... Ügyfél megnéztem, mennyire vagy rugalmas? Ugrált rajta egy Nem volt ilyenek. Szóval, hogy itt a kérdés az az, a következő stációja a podcastünknek az a videózás, és ez pedig a, a Covid-dal terjedtek el brutálisan, és a legnagyobb hirdetési szájt is akkor kezdte el ö, mármint már mint a posztolom. Kimondhatjuk berakel... a nevét, megveszlak.hu <laughs> megveszlak.hu Istenem, bazd meg! Istenem! Istenem! mindig tökön szúrom magamat. Hogy hívják azt a makit? Szabó Szabó Szabogál, Gábor. Mindegy. Jó. Szóval Gábor, innen is időzőleg letiltottalak, meg kiraktunk a kantinból, úgyhogy <laughs> Nem, mert tényleg, egyébként volt nálunk podcastem. Nem ez minden, nem minden podcast vendégnek ez a sorsa, de azért van olyan. De van olyan, vettem, van az olyan, de vettem. Ő a this is this is Sparta Igen. Sztoriba esetben. Le. Na, szóval, hogy akkor azért nagyon-nagyon elterjedtek, és ez jellemzően azért sokan. Ott a telefont használják, de hát mondjuk ti is azért alkottuk, sőt, hát nekünk ö, most, ö, most az, az a, a pont, ahol utoljára dolgoztunk, ez az egymilliárdos villa, ott is azért elég jót alkottatok, hogy ti hol látjátok ennek a helyét, mert nekem egy kicsit az az élményem a videóval, hogy vagy félelmem néha, de nem de más, nem. Már nem. Meg az, hogy, hogy, hogy kihúzza alólam a szélsznek a lehetőséget? Hogy te jól látjátok ezt a... Hát nálunk ez izgalmas egyébként, mert hogy ezt 5-6 éve kezdtük el mit csinálni, akkor még ugye nem volt ez a hype, ami most működik a videókban, és Amerika, én egyébként a fotózást és onnan jött az ötlet, hogy ezt hmm. csináljam, hogy ők borzasztóan értik ezt a real estate értékesítéses vonalat, és ott a, a videóknak egy reklámfilmes háttere van, és mi egyébként, amikor nem ingatlanokat csinálunk, akkor reklámban, tévéreklámokat forgatunk, hogy mi innen közelítjük meg egyébként ezt, hogy egy, egy, 1 milliárdos, vagy egy kétmilliárdos vagy 500 milliós háznak egy reklámfilmet készítünk egy-két percben, aminek olyan eszközökkel, olyan hozzáállással kell, hogy semmiben nem maradjon egy reklámhoz. Viszont Viszont amiről meg te beszélsz, hogy a telefonnal készítem, hogy annak is van helye, mert hogy én te stratégiát, én azt gondolom a videóban egy, egy, egy értékesítési stratégiára van szükség, és teljesen azt hogy kiveszi a szélzet, hogy hát úgy kell összerakni, gondolom, hogy segítse a szélzetet, hogy egy ilyen reklámfilm szerintem nem arra jó, hogy eladd az ingatlant. Bár hozzáteszem, hogy volt egy ilyen, hogy csináltunk egy videót, és meglátta valaki a Facebookon, mesélte az ügyfelünk, hogy felhívta este tízkor, hogy ez úgy nézze ki, mint ahogy a videón van, mert hogy külszegről, hogy valahonnan beül a kocsiba reggel és jön és megvesz, és beült a kocsiba és megvette. Így a Jött és megvette. Így. De hogy ez a ritkábbik szerintem, hanem ez inkább arra jó mondjuk, hogy a töltséredet elkezded építeni, hogy fölkapja a fejét valaki, hogy ú, ez mi az az ingatlan, rákattintson a landingedre, hogy téged egyébként valahova pozícionáljon, hogy te egy reklámfilmet tudsz hirdetni, esetleg jelenj meg benne, és, és tehát, hogy ezt e, e gondolom, hogy ezek a Őtőnyben. jónak öltönyben. Zara öltönyben. E, vagy ha nem öltönyben, De két kisebb legyen akkor valami kígyóbőr. Csak akkor a két <sor> De, szóval de egyébként a, igen, a, tehát a, a hírnév öregbítésével teljesen egyetértek olyan szempontból, hogy az ingatlanosok Most esetleg a kecskésről beszélsz. RTL klub. <há> a, ugye, pozícionáljuk magunkat az ingatlanosok között is. Tehát, aki ilyeneket forgat, azt teszi magát egy helyre, azzal akár legközelebb is tud ilyen megbízásokat kapni, mert el is várják majd tőle, hogy ilyen anyagokat forgasson. Tehát ez a fajta pozícionálás, az egyik alapja az egésznek. Aztán lehet, hogy nem ez alapján adod el, mert ott helyben majd le kell az egészet. De, ő, akkor is. de az jó. ilyen visszajelzésünk van is, hogy megnézik a videót, és felhívja abból a kategóriából a. Hogy ő is ezt akár Ilyen így, így. Nekem is volt ilyen megbízás. Meg ugye most, mióta TikTok van, létezik. Nagyon sok ugye ezek a sort, sortok a, az ingatlanokról, ezek a nagyon rövid félperces feliratozott videó így, sortokról. Gondolom, ezt jobban tudjátok, itt a, azért a vágás a titka, ha jól gondolom, hogy jó legyen vágva. Nem akarok én helyetted válaszolni sok minden nem múlik. Igen, a vágás az biztosan, hogy érdekfeszítő legyen, meg beleilleszkedjen, de nagyon sok esetben ezt nem mi akarjuk kitalálni, hanem eleve egy stratégia mentén haladunk. Tehát minket Sortokat is csináltok? Úgy dolgozunk, mint egy normál reklámfilmről, vagy imázsról lenne szó, hogy csinálunk egy főprodukciót, egy anyagot, viszont megcsináljuk az összes többi platformra is. Tehát, hogy menni fog ez akkor YouTube-ra, menni fog Facebook-ra, Instára, a megfelelő méretben TikTok-ra, olyan felirattal, és egy, egy, egy csomagot adunk át tulajdonképpen, amit utána már a marketing, és nem csak be kell tűzdelnie a megfelelő helyekre. Mert azt gondolom, ez a leghasznosabb, hogy túlforgatjuk egy picit, egy picivel drágább, mint a sima reklámfilm lenne, viszont neked megvan a, a témában az összes posztod, az összes marketinganyagod, a óriás plakáttól kezdve, a, tényleg a reklam, hmm. még mindened megvan egy ingatlanról. Hát mi is, meg te is azt csináljátok, hogy csinálunk egy marketing timeline-t, kb. magára az ingatlanra közvetlenül, mondjuk le, azt mondjuk, hogy 6 hónapig vagyunk piacon, véletlenül 3 négy hónapon belül megvan a vásárlónk, addig mit fogunk csinálni? Így van. Ahhoz mi a, mit kell legyártanunk, ö, ott helyben, amikor ott vagyunk, ahhoz meg milyen nyersanyag kell. Legalábbis én így szoktam, és akkor a levieknek meg megmondom, hogy figyelj, akkor csináljatok nekem vertikális vágóképeket, adjátok oda majd a, a horizontális vágókat, mert abból megcsinálok egy dokut, ami például most például ennél a, a kecónál pont ugyanez van, hogy most csütörtökön jön ki egy 20 perces doku, hogy hogy lett építve maga a villa. tök érdekes, hogy nyilván minden fasságra nem lehet ráhúzni, de itt, itt, konkrétan tényleg érdekes maga a történet. És, és ott is például az ő vágóképeiket használjuk, de, nem én, de, de, én forgattam a, a az éről, Tehát a, a, a te, ami, amikor beszél az ember, akkor azt én forgattam. De, de, ez a ritkább. Egy hát jó, kemény? nem tehát inga, valószínűleg nem, tehát ott val, ha gondolom normál helyzetben mindent ti forgatnátok, csak én meg sokkal jobb, hogyha tehát velem van valami bensőséges kapcsolata a tulajnak, akkor azt ne egy vadidegen kezdje el. Vagy még azt szokták, hogy amit most a Dancsó nagyon meglovagolt, hogy, hogy tudod, hogy mindig ott áll az ingatlanos, de... Attól egy fasz kapok, de komolyan. Ez egy lift, látjátok? Ez egy lift. Tehát most is benne volt a videóban. Miért? Tehát ezekre miért van szükség? De hát az egy lift. <laughs> beszéltünk a képekről, a, a virtual stagingről, 3D-ről még annyira nem beszéltünk, a, vagy most beszélünk a videókról. Arra lenne, lennék kíváncsi, hogy mi, mit látsz, hogy ö, mi most a visszajelzés. Most nagyon nem ad itt kérdezem, mert neki óriási elérése van ő, kettőt ö, büföksz Finger. már, bocsánat, a, a videón, hogy megnézi százezer ember, de alapvetően mi a visszacsatolás az ingatlanosok hát, részéről, 000 és, 000 és 000. mit lesz most a trend, trendként? Mi, mi az ingatlanosoknál, mi, a, mi, az a forma, a videó, a 3D, a trend, illetve szerinted mi lesz a következő pár évben a trend? 4D. Hát, hát az a helyzet a videós, egyrészt egyet akartam én mondani, hogy a videóban a legfontosabb szerintem itt is a egyedi ötlet, hogy legyen valami, hogy Például van egy, partner, Ez van ehhez. Van egy partnerünk, partnerünk a mindig leforgatjuk, most nem árulok el a titkot, mert egyébként szerintem kiprosti látja, látja más is, hogy mindig leforgatjuk, amikor elmondja, hogy eladtam. Már akkor. Mm és hogy neki eszter ott is, van, van kúrsa készen ja. azonnal, hogy eladtam, és hogy tudja posztolni ezeket, megjelenni a dolgai, és hogy most nagyon sok ilyen sztorit lehet előre fölvenni, egy csomó-csomó forgatókönyvre, és akkor elkezdett hatékonyan költeni a pénzed. Mert ugye, és itt jövök, hogy mik a trendek, hogy az a helyzet, hogy Magyarország az a tök extra, valahogy az ingatlanos uh, uh, szektor, az egy buborékba van, hogy mindenhol a marketing költségeknek megvannak a százalékos dolgai, de itt az ingatlannál nem, itt, itt, valahogy mindig egy nullát le kell venni a végéről, az a és tudunk dolgozni. És hogy én azt gondolom, hogy most van egy ilyen trendforduló, hogy, hogy de hát most például a Danéknál is ez, hogy elkezdenek olyan dolgokkal foglalkozni, mert eddig még más nem, hogy elkezdesz beletenni olyan fajta dolgokat, ami, 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 tényleg újító hatású a magyar de Ez piacon. azért nagyon nehéz piacérés találni, jó az az, amit csináltok, Dani, de most azért csinálj más, mint a többi. Én pont azon gondolkodtam, miközben ezt mondod, hogy a jelen pillanatban, hogyha felmegyek a YouTube-ra is, vagy a tiktok is megnézem az ingatlanosoknak a videóit, 10-ből 9 az egy kaptafára készül. Mert, mert egy kényszert éreznek. Én azt veszem észre, hogy kényszert éreznek az ingatlanosok, hogy valamit rakjon ki. De igazából nem biztos, hogy ki kellene na mindegy, ezt, ezt, ők tudják, de hogy nincs meg az a az a idő, és nem azért, mert nem elég kreatív. Én azt gondolom, hogy, hogy de hát ezt a Dani nagyon jól tudja, hogy borzasztó nagy energia az, hogy te tartalmat, igazi tartalmat találjál ki, hogy, hogy azt a saját szájzet szerint te meg tud jeleníteni. És azt gondolom, hogy ezt azoknak ajánlanám én, aki tényleg brandet akar építeni, akinek tényleg van egy víziója, hogy hova akar eljutni, aki meg csak úgy kirakja, az tényleg is kirakhatja, csak ezzel nem fog eredményt elérni. Nekünk is volt ilyen képzétek el, hogy egy másfél filmet forgattunk ingatlanos monarra, és a posztolás után hét like volt. Több milliós produkció. Hét like. És ilyenkor borzasztóan szomorú vagyok, mert tudom, hogy nem lesz második megbízásom, nekem se, és tudom, hogy nem volt hasznos, amit csináltam, de ez nem az én hibám volt, hanem nem volt mögötte egy stratégia százer forint per like. Mi oh, is, hát nem azért, de mi is forgattunk már hét számjegyű összegből videót, amit most per pillanat 3000 ember nézett meg, ami azt itt hogy tökön szóval Amúgy különben, hagyd kérdezze meg mondtad, hogy én, leforgatjátok azt a részt is, hogy eladtam. Én nekem nem tudom, én azóta az, jár az... És ugyanabban a ruhában vagy. vagy. Pontosan, Igen? köszönöm szépen. Hallod, 10 pont, ez utott eszembe, nem, hogy... Nem, nem, nem ugyanabban a Át, hanem három, négy ruhában, hanem felvettünk 3-4 ruhával különböző dolgokat. Megvan, nem, bajusszal megnövezted a bajszot, és, és utána leborot, eladtam. De amúgy, amúgy Eszter is mindig felveszi, tehát neki is meg megvan a bajusszal együtt, igen, hát ki tudja, milyen bajusszal, de mindig felveszi, ő is az elattam. De, de, ezt, ezt, posztori, de, ezt ezeket, de Eszter egyébként, igen, igen mert neki nagyon-nagyon ja. kreatív ötletei vannak, tehát, hogy vele is forgatunk már olyat, hogy... Reng, meg rengeteg és hát Hogy, érzed, a hogy, ja. hogy, most már ez, ez akár kontraproduktív is tud lenni, hogy olyan ha az anyag videós... Szar. hát nem is azt mondom, hogy szar, hanem nincs benne ez a, ez a chi, ez a plusz, amiről beszélsz. Hát azt nem tudom, a káros szerintem nem lesz, mert maximum nem nézik meg az emberek. Aha. Az lehet a káros benne, hogy te erre időt pazaroltál az életedből. Meg pénzt. Meg pénzt pazaroltál az életedből meg az a nyomás, hogy neked egy kényszeres, vagy egy, azt érzed, hogy neked feltétlenül oda kellene posztolnod, mert ki kéne, hogy tegyed. E, és, és szerintem ez nem jó. Illetve sokan nem tudják fenntartani konstant szerintem eredmény mondjuk így brandépítésben itt évek alatt van, de te hát szerintem ez szerintem Csak akkor el, van, amikor ez konstant egy nagyon fontos fontos dolog, amit és, mondasz. És, és, és képzeld el azt, hogy amikor fogod, becsúszik szigeten két, két poszt még, érted, a hajnalba az mit csinál a brendeddel, amit egy éve építesz. És azért én szoktam néha látni a ingatlanosoknál, hogy a magánéletből bekerül olyasmi, ami lerombolja az egészet. Ja, ez, hogy nekünk nem véletlen van az, hogy amikor felveszünk valakit, akkor az egyik első, hogy végigpörgetjük a Facebookját. És akkor tudod, ilyen fél évvel ezelőtt ilyen ez éppen hányós fotó van fönt a Facebookján, akkor megkérjük rá, hogy, <külkül> hogy légy szíves, töröld le, mert ez így nem fog. Neked azért megnézed a munkahelyeknél, hogy ne a zarába dolgozzon, vagy ne, hogy hát a, meg az életiskolája, a napnél, tudod. Vagy a nap, napnál fűtő. <kül> Ilyeneket szoktuk. Én mert, ezért nem. konstans x éve elküldök mindenkit a büdös picsára. És ezért, ezért ez transzparensen lehet ezt tőlem várni, de, hogy valószínűleg. Egyébként még az, az fogalmazódott meg bennem, hogy csináld ezeket a videókat, és ugye nagyon sokan abból indulnak ki, hogy, ú, uh, nekem ez tetszik, másoljuk le, csináljuk ezt, de nem ez a lényeg, csináld jobban. Tehát találj ki valami egyediséget, próbálj meg a jobbra törekedni, mert akkor lesz eredménye is. És ugye ott van, lehet ezeket tanulni, ott van a húk, ott van, hogy hogy hívd föl magadra a figyelmet már az elején, hogy, hogy legyen más. a. Igen, hogy legyen nagyobb megtekintésed, hát hogy legyen több kreativitásod, erről lehet olvasni, erről lehet tanulni, tere van a net, oktató videókkal, stb. De ha csak, időzébe csak, le akarod másolni azokat, akik jól csinálják. Mit, én nem mondom a törőd Dávidot ide, mert szerintem ő nem csinálja ezt a részét jól, de tudnék legalább tíz influencert, aki a szakmákban jól csinálja, akkor nem lemásolni kell, hanem annál jobbat kell. Csinálják. Én azon meg, mondom, utáros, meg, meg, hogy meg, 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 én javasolnám mindenkinek, hogy nemzetközi példákat nézzenek, Az is jövök, meg, így van. Mert nagyokat mennek emberek, elképesztő jó És honnan lehet ott Hát ott, ott, ott van Ryan Sir, hát, olyan jó videói vannak, hogy összeset lemásolnám legszívesebben itt hova. Mondjuk azért szerintem a kezdőként elég, hogyha eléred azt, a, hogy lemásoltad, aztán utána persze lehet, tehát mert... a nulláról menjen egyig, aztán az egyről már mehet. Step by step. Igen. Igen, tehát... mert, a, mert a, referencia egyébként az jó lett, így válaszolva a kérdésedre, hogy azért nem gondolom, hogy semmi, ha nem csinálsz olyat, ami, ami károsabb rendedre, hogy az, hogyha van egy jelenléted, amikor csekkolnak, akkor jó, hogy te két éve már ingatlanos posztot tettél ki, akkor már az feltételezem, hogy két éve már te ingatlan tárultál, akkor már. És a mai világban ezt egy pont valamelyik podcastetekben néztem, és pont, hogy a mai világban azért az kiválasztani, hogy melyik ingatlanos bíz meg, azért, azért nem annyira easy. És ebben jól, jöhet, ebben jöhet az, hogy utána tudsz nézni, hogy egyébként mikkel foglalkozott az hát, elmúlt időszakban. szoktuk időszabban. ajánlani, hogy én. nézze meg a portfólióját a kollégának. Hát ugye erről beszéltünk, hogy 60 az egy év után kiesik, 80 százalék. Nagyon jó év után dolgot mondtok, mert én pont múltkor futottam bele egy, egy ilyen be. és, és, nem, nem az első esetben Orotlánk már, az hogy, 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 hogy láttam azt, hogy ugye mennek a videók, tudod, ez a, most kell kávézom, most az ügyfelekhez megyek, most a kocsiba a szelfi, mert indítom a napon, meg mindenféle, ez nem Sűcsú, tudom. Csúcsú, én ezek videók, és megnézem, hát mondom, baszki Ső, mondom. de hogy úgy kell vezetni az autót, hogy az óra látszódjon, az... és igen. az emblém a kormányon. Igen, meg a kormányon, igen, igen. igen de az én külön kapható, tudod, abban vannak erre boltok, hogy csak ráteszed a kormányra, mindegy. A, 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 lényeg az, hogy megnéztem a portfólióját, nem egynek, és gyerekek, a, fotó, a fotónál Elvérzett a De Olyan szinten, olyan, olyan óriási különbséget láttam a, a munka, az effektíve ingatlanosként letett munka, meg amit ő próbálja magát eladni című történet között, hogy mondom, ezt nem hiszem el. Jó, szerintem a, 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 most nevezzünk rá a következő epizódra, az pedig a 360, meg a VR séták, meg ezek, mert szerintem ezek is tökére érdekesek. Szerintem a mikről eddig beszéltünk, ezek... Elsősorban arról, be, tehát azt látjuk, hogy ezek érzelmeket váltanak ki, egy virtuális egy, egy séta is tud, de én szerintem ott már tényleg tehát neki, lehet ennek az ellenkező meg, meggyőzni, de ott tényleg annyira kilugozza már azt, amikor mi személyesen találkozunk, tehát viszonylag kevés, amit tudok mutatni, mert mindig azt mondja, Te egyébként én egy nagyobb dokumentumfilm után is ez van, amikor például Dombház 20 perces filmet forgattunk, hogy az miért jött létre, többi, És megyünk, és mondok, nek, nem tudok újat mondani. Igen, tudjuk, néztük, megnéztük háromszor a filmet, mire kijönnek a ízére. Hát és akkor ő ugyan a... Csak hozod a kulcsot, ez és persze az egy ajtót. És... Abból a szempontból persze tök jó, hogy, hogy már nem kell szélszelned annyira, viszont egy kicsit olyan kuka helyzet is van ezeknél a virtuális sétáknál, hogy már betéve tudják, hogy itt balra, itt jobbra, pont, itt izé... Pont nem. Nem? Pont nem. Akkor Szerintem álljál. te... Ö te egy ki, ki, magasló helyzetben vagy, és nálad te, te a vékony réteg vagy, mert a túlnyomó többségem, és most általános hirdetésekről beszélek, nem egy több százmilliós ö, extra projektér, mert ott elképzelhető, hogy tényleg háromszor megnézik, stb. De egy alap ingatlannál rengetegen panaszkodnak nálunk a kantinban is, hogy nem, hogy egy virtuális sétát nem néznek meg, fotókat, meg a szöveget, szöveget olvassák nem olvassák Pontosan. A szöveget se olvassák el. És szerintem inkább ez az általános. És Levi szerinted? Hát én azt gondolom, hogy ez a, virtuális séta egyébként ez egy, egy borzasztóan izgalmas technika, közel van a szívemhez. nagyon, azt nem tudom, tudtátok, hogy ez a 90-es évek előtti sztori egyébként, tehát ez a rohadt régi. A Wolfenstein 3 Vagy nem is ez a normál 360-as panoráma a séta, azt hiszem az a magyar kifejezés. De ilyen diákat cseréltek a, a, szemed előtt. Az, az egyik... Tényleg volt az... a, az egyik, egyik, az egyik egyébként az az, hogy nekem volt egy partnerem, amikor megpróbáltam rásózni egy ilyen 366 pont ezt mondta, mint a Danis, hogy figyelj, megnézi, nem lesznek kérdései. Azt én abból élek, hogy kérdéseik vannak. Hát tőle, e, legalábbis és, a bizalmi hidat kiépítsen, valami kontaktust kell Viszont a, a kontra meg az, hogy például tennap voltam, most így név nélkül egy egy nemzetközi multibizot meg minket, egy tréninget tartottam ott az embereknek, hogy Insta 360-nak fognak ingatlanokról készíteni tulajdonképpen ilyen bejárásokat saját maguk, ez több száz ingatlanról van szó, azért, mert borzasztó nagy költség az, hogy minden őrült kimegy, és ki kell, hogy menjenek bemutatni vidéken ezer fel ezeket az ingatlanokat, és azt szeretnék, hogy pontosan lássák, hogy miről van szó, ide az jöjjön ki, aki ezt már látta. Nem, én kevés tételt ajánlanék, nem a, a másik típust, mindegy jobbat élt a zárójelbe, zár. mondjuk egy Z1 magasan veri azt a, a Insta 360 Sok tényező volt, maradjunk annyiba, hogy körbenéztünk, és sok tényező volt, ami miatt ezt választottuk ki. Na és ed, akkor magyarán nekik, nekik ez fontos, hogy, hogy kijöjjenek. Egy, egy, fel... előszűrés, mert hogyha belegondolsz mondjuk, hogy hogy 1000-2000 mutatás per év, amit megúszhatsz és feleslegesen csinálnád, az már egy komoly költség. én, én régóta ha. közel öt éve használom, a saját magam is csinálom a 3D-t, és ö, nekem és a kollégáim tapasztalata az az volt, hogy nem nézik meg az emberek, ugyanúgy, ahogy az előbb beszéltünk, hogy fotókat, szöveget olvassák el, és én úgy kényszerítettem rá az ügyfeleket arra, hogy elhelyeztem egy feliratott kódot a virtuális sétába, és már a szöveg elején ott volt, hogy mielőtt megtekintenénk az ingatlant, azt a kódot be. végignézettem velük. Így hatása lehet, de én azt tapasztalom, hogyha effektív csinálsz hozzá egy virtuális sétát, és mondjuk akár egy komnál egy linkel hozzá csatolod, hogy meg lehet nézni, 10 esetből 9 sajnos nem nézik meg. Hát ez, ez változó, meg azt gondolom, hogy itt megint csak ez ügyfelenként másképp csapódik le. Szerintem nagyon hasznos tud lenni, meg én, én magam, is, magam, is, keresek egyébként, hogy engem meg a pont az ellenkezője bosszant, hogy fenn vannak ilyen furcsa képek, térkapcsolat véletlenül, és az alapra az az felejtő, nem működik, és milyen jó lenne. És ami nagyon hatékony, hogy a videóhoz kapcsolódik, hogy most és rászoktam, mert nagyon nem tetszik, hogy bejáró videó, az ingatlanos csinálja a telefonnal, vagy tök mindegy, hogy a térkapcsolatokat mennyire szembe jönnek, hogy, hogy miután mi következik, és erre nagyon jó a bejárás is, hogy mindent látsz, miután mi jön, hogy nyílik, hány szoba nyílik, egy csomó minden. Közben alaprajz az fent van, látod. Még, hát az már a bónusz, de igen, 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 igen. Ezek tök jó dolgok, de én azt gondolom, hogy visszatérve a legelső kérdése meg, hogy hogy ezt is a helyén kell kezelni. Tehát, hogy szerintem a stratégiában, ha illik egy ilyen elem, akkor kell, ha nem illik bele, akkor nem, nem kell. kell. És mindenben így gondolkozunk, hogy mi a célod, mennyi pénz van rá, milyen mixet hozzunk létre, amiből a leghatékonyabban lehet képviselni ezt az ingatlan. Miért tudunk a legjobban segíteni? Tehát hogy ez, itt inkább azt mondanám, hogy a legeleje egy gondolkodás. Ez szokott egyébként sokszor elmaradni. Kíváncsi vagyok, akár. Levi, hogy erről mi a véleményed. Én azt látom, hogy még. 15-20 évvel ezelőtt egy ingatlanos tudott úgy, most nagyon le megbízásokat szerezni, ha már fotót csinált és feltette a komra. Ugye ezt ismerjük, ezt a régi történetet. Ugye utána történt egy erős technikai fejlődés, jöttek a kamerás mobiltelefonok, egyre jobbak, és most már ott tartunk tényleg, hogy most már, most már tényleg szép képeket lehet bizonyos telefonokkal csinálni, illetve a Covid ráerősített arra, hogy, hogy már a nagymama, nagypapa is úgy kezeli az internetet, mint, mint annó régen egy, egy fiatal, és az, hogy feltenni bármilyen portára ö, saját képeidet, sokkal egyszerűbb ergo, amit te húsz évvel ezelőtt kitudtál tűnni, azon most már elmehetsz a levesbe. És sokkal több hozzáadott érték kell ahhoz, hogy te el tudod adni a te szolgáltatásodat, mint ingatlanos, mint, mint annorégen. És itt van az, hogy ezek, amiket te mondtál, a 3D, a virtuális séta, stb. Ezek abból a szempontból is elengedhetetlenek, hogy olyat tudjál mutatni a tulajdonosnak, amit ő alaphelyzetben nem fog tudni megcsinálni. Erről mi a véleményed? Hát, hogy egyrészt van ilyen adaléka, hogy, hogy hozzá lehet tenni, tehát még több hozzáadott érték legyen, de hogy én a másik oldalról szoktam közelíteni ehhez, hogy mondjuk egy ingatlanosnak, én azt nem tudom, ha nem beszéltük, én másfél évig ingatlanosztam egyébként a 2008-9-es válság idejébe, és én. A, nekem, a legszarabb időbe. Nem, de tetszett is, megadogattam előket, mindegy, nem ott kötöttem ki végül, de hogy a lényeg az az, hogy. A hogy fogsz beszélni róla? Majd igen. Hogy. Nagyon sok esetben, amikor ingatlanos partnernek dolgozunk, és beszélgetünk a tulajdonossal, akkor, akkor pont az ilyen alapértékeknél kötünk ki, és mi erre mindig ügyelünk, hogy amúgy, amúgy, próbáljuk azt a képet felépíteni, mint mi is látunk a partnerekbe, hogy, hogy mik azok, az, mik azok az értékek, ami miatt választotta. Tehát azt szerintem nem, nem, nem múlik el a technológiától, hogyha valaki megbízható a szakértelmét belehozza, be tudja árazni, tudja képviselni a tulajdonos érdekeit. Én szoktuk mondani, amikor mondják, hogy ingatlanos nem kell, mert vannak ugye privát megrendelőink, és mindig kérdezem, hogy az jó, de hogy van-e terve, mi a terve az eladásot, mert akkor szoktak billegni, hogy nem is tudják, kirakják majd ilyen-olyan portálokra, és akkor, mert miért lenne jó az ingatlanos? Azt mondtam, hogy mondom, ha most jön egy vevő, és ön azt mondja, hogy itt minden rendben van, mondom, lehet, nem hiszik el. Mert mondom, önök ellen érdekelt felek. Az ingatlanos meg ott van, aki egyébként egy csomó szempontból be tudja mutatni. Szóval a kérdésedre a válasz az az, hogy szerintem a mai világban még értékesebbek ezek az alapértékek egy ingatlanosnál. Tehát hogy még, még jobban felértékelődik a szakértelem, az emberség, az a fajta precizitás, hogy amit tudod képviselni, meg hát nyilván a szélsztudás, basszus, hogy, hogy ezeket a, a, a megnövekedő eszközöket, mert miről beszélünk, 3D, fotó, videó, ez mind eszköz, hogy ezeket milyen mixbe tudod használni, ez a fajta tudás is meg, még rád nehezedik, hogy döntsd el. Arról is kíváncsi, arra is kíváncsi vagyok a véleményedre. Most nevet nem mondok, de mindjárt ismerjük. Ö, ö, iroda, irodái vannak, ingatlan közvetítő irodái. És ő, ők például azt az elvet vallják, hogy hogy nem lényeg a fotó, a szarképekkel idézőjelbe, és nagyon szépen el lehet adni az ingatlanokat. Nekem egy óriási, ilyen messiás várásom van egyébként 11 éve. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb jön egy olyan piaci szereplő aki beláll a minőségbe, majd, és se van hozzá pénze is, és ő le fogja tarolni ezt a piacot. Hát fog, ez... fog meg a sörünk. Igen, igen. Tehát szerintem sokan vagyunk, csak maximum nincsen akkora cég, ami. A, a minőséget ami... nem azt értem, hogy olyan szuper videókat fogja, hanem hogy olyan fajta mixet tud kitalálni, olyan fajta tőkével, amivel tud, létre, hát tud, ha, hozni, egy, egy, létre tud hozni egy, egy, olyan fajta képviseletet, egy olyan fajta brendet és imást, amivel ilyen formát a Mi ezt csináljuk el. most még? Ez hát fog mindenki jönni. ezzel. Hogy, hogy én tudom, azért egy mondom, próján, hogy próján, én látom, erről beszéltem, hogy az elmúlt tíz évben óriási változás van, de még mindig tud működni egy irodal, amiről te beszélsz. Én azt gondolom, hálózat. Vagy hálózat hogy egy idő után nem fog tudni működni, mert a tulajdonos is egyre inkább felismerik Igen. egyébként ezt. Vagy... Sajnos nem vagy vele beljebb, igen. Vagy... És a, de amíg a mennyiségi elv érvényesül, és százalékos arányban ki tudják mutatni, hogy miért érvényesül, addig ez nem fog megváltozni. Én, mi addig dolgozunk, dolgozunk franchise-nak is, és általában akkor, amikor kaki van a balacsintelme, tehát hirtelen kell valami sürgősen, valami jó. De hogy a lényeg az az, hogy, hogy én abban biztos vagyok, hogy az ki van fillere számolva, vagy így éri meg. Hát meg ugye az ingatlanos keveset kap belőle, nincs ilyen. Hát igen, most kérdés, hogy megint mi, akkor az iroda szerette ezen spórolni, mert hát miért, a, mérne az ingatlanos fizesse ki, az ingatlanos megkap az egy gurigából 250 ezeret, és abban annak meg a annak meg a felét azt ide is locsolnák. De nézzétek azt meg, bocsánat, nem az, meg, az új nem hír, nem tegnapi, tegnap előtti, hogy megint egy hálózat összefogott egy másik hálózattól, hogy egymás lakásait ajánlathatják. A kizárólagos összekötették. Igen, igen, és most megint mi csinálunk, megint, megint polírozzuk a, a szart, már bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, Ahelyett, ugye ez, amit te is említettél, Attila, ez a mennyiség versus minőség. Ahelyett, hogy hogy a minőségen emelnének, ahelyett úgy próbálják ezt a mostani piacot kicsit nagyobb bevételre szert tenni, hogy fogják, és akkor nagyobbra nyitják azt a csinálnak. kört. De mit csinálnak? Ugyanazt a, a terméket, ugyanazt a minőséggel elkészített terméket csak Eh, akkor jóskapista Pista is mutathatja. Ezzel csak mennyiséget növelnek. semmi de a, de a, megoldás nem is itt lesz. Tenni. Én szoktam olvasni nem. ezt, hogy az ingatlanosok között ugye megy ez, hogy hogy kéne megváltani itt a Mágot. dolgokat, tehát, hogy, hogy, valójában a megoldás a tulajdonosok edukálása, és ők azért szép lassan fognak ébredni, bár, bár, messze vagyunk, hogy, hogy azért én egyre több olyan tulajdonosra találkozok, aki gond nélkül megrendel minket, úgy, hogy ingatlanost is megbíz, de nem az ingatlanos a megrendelő, és azt mondja, hogy itt van ez az anyag, megkapják az ingatlanosok. Mert ő pontosan tudja, hogy egy van a probléma. <laughs> Mert a, e, a, is a kiválasztott ingatlanos. A, a, hát igen, az, igen az, akkor Nyilván hát az, a, a, az a, a másik fele. Inkább csak ezt mondom, hogy ahogy a tulajdonosok észbe kapnak, hogy mit kapnak egyébként, van egy ilyen jó sztori, nekem a legelső, még annak időn, amikor elkezdtem fotózni, akkor hittem, és meg nem, is. én nagyon hittem abba, hogy ez szerintem egy rohadt jó dolog lesz, de hogy ez működik-e, hát ezt honnan a francból tudhatnád, és kihívtak egy penthouse-ba, és 11 hónapja járult a csaj, ketten már megnézték, majd mai napig az egyik legjobb, amit valaha láttam, kipakoltattam vele mindent, egész nap ott voltunk, Semmi banános doboz? Semmi banános doboz, de nem is ez, hanem rá Csak egyébként hitabba. azt hiszem, 8-10 napra hívott fel, hogy az adásvételről jön. Opa. És, mi és volt, mit, mit bele? Attól, fotót, meg kivettük Igen. a banános dobozt, és ennyi. Igen. Már ennyi, és már rögtön. És, és 11 hónap után volt. Ja, és hozzáteszem a legjobb, hogy volt egy ingatlanos, kizárólagosban volt bekötve, és nem akarta föltenni a képeket, rá kellett parancsolni. De így is megkapta jutalékot, mondjuk. Most szép. Ja. Na, megvan már, hogy egyébként ilyen díszletnek tök jó lenne, hogyha nincs itt vendég, egy banános dobozt ide rakunk. Mit szóltok? Simán, nem tudom szerezni, hogy ne ne tudnán, nekem ez Ez most már, ez most már De a most ezt, Amúgy nem kellett volna hanem legközelebb csak itt ülnénk három Máj banános Mondanám, dobozzára. hogy kivág. Hát tényleg így kell. Na, igazándiból most hanem, ne igen, már nem kérdezünk semmire gyakorlatilag abban áll, itt még az, a VIA, vagy az AR-ről nem is beszéltünk, meg egy csomó olyan technikáról, amiket csináltok, mint a 3D bejárás, meg hogy lemodellezitek a házakat. és a nem, sinc, nem nincs időnk. nincsen, Mert nagyon sokat csicseteltünk, és egy óránk, egy órásra podcastünk. Éve úgyhogy hát igazániból a kérdés egyetlen egy, hogyha valaki akar veletek találkozni, akkor hol találkozhatnak? 0, hát igen, igen. igen. Hát, ha Hán. hírhatunk kiírhatunk majd elérhetőséget, azt megköszönöm, illetve a redshangeri.hu a weblap. igen, mint, hozzá, mi szólnátok hozzá, hogy nek valamikor csinálnánk egy második kört, és úgy, hogy akkor kérnénk tőled beanyagokat erre a, a Virtual virtuál ARVR-ra, és akkor gyakorlatilag, mert ezek be. még nekünk is ilyen high-tech, és akkor ezeket meg is mutatnánk a, a hallgatóknak. Ha, Jó, szívesen. hogyha de. nem pof pofázunk annyit félre, akkor mindenre lett, van idő. Nem csak, hát ez most nem volt meg, az az De anyag nem persze. lett volna, amit bevágni. Jó, na, szóval Levi, akkor köszi, hogy bejöttél, rechungari.mi Jó, tehát magyar a domény ott megtaláljátok levéket, mi is velük dolgoztatunk, a is néha, Úgyhogy, úgy, hogy ez van, most már lehet, hogy most Péterünk már én is, én fogok, Úgyhogy a kal Kalmárok official. Official. <laughs> <laughs> ez izé. használható. Visszavonásig érvényes. A izét brandünkhez hozzá. Sónozva megtaláljátok. Gyertek el május 31-én hozzánk. Euh, barbecuezni, bárki jöhet, aki mondjuk valamelyes ingatlanhoz kapcsolható, akár mondjuk fotos, kap a nakik, videót, vagy ilyesmi. igen, igen. Aki már látott ingatlan, az eljöhet hozzánk. Hallgassátok a Támaszték podcastet, minket meg nem sokára egy hét múlva megint hallhattok. Puszika, pacsika, Ciao. szevasztok.